Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit gondol rólad, mi a tervem, hogyan tovább, mi a szándéka veled kapcsolatban, ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Jelen pillanatban minden úgy a feje tetejére állt, és ő úgy gondolja, elveszíti a talajt a lába alól. Viszont ezt a kártyát meg lehet fordítani. És akkor látható, hogy ő kilép ebből a szűkös helyzetből. Tehát van megoldás, de oda kellene figyelnie a dolgokra, valamit más szemmel tekinteni. Ami az ő vágya, hogy ti itt összejöjjetek, a kettes szám utal a párkapcsolatra, rád és őre. A kelyhek jelentik az érzelmeket, ő átnyújtja számodra ezt a kelyhet, ami itt ennél a királynál is látható, tehát kimutatja az érzelmeit, de vannak elvárásai, hogy te szembenézz vele, és te is mutasd ki a te érzelmeidet. Azon kívül itt nem csak érzelmekről van szó, hanem belső értékekről is, amit ez a királynő mutat. Tehát megvannak nála ezek a vágyak, hogy tőled megkapja ezt az elismerést. Amit ez a kártya még jelenthet, az anyagiak, vagy a munka, ez lehet később egy közös tevékenység is. Itt lesz egy új kezdet, hiszen a kezébe veszi ezt a botot, irányítja az eseményeket, kimutatja a víz elemét, az érzelmeket, és kimutatja a tűz elemét, ami utal a bátorságára, a lelkesedésére, a szenvedélyekre is, és itt látható egy új irány. Ez a kép szintén egy új kezdetre utal, a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, azon kívül ez a kisbaba szintén ezt szimbolizálja. Itt újra a kelyhekről van szó, tehát érzelmekről. Persze lehet család alapítás is. Itt ő megjelenik, mint egy uralkodó, uralkodni fog a gondolatai felett, az érzelmei felett, a helyzet felett. Az is lehet, hogy valaki uralkodik felette, ezért van ebben a szűkös helyzetben, de védeni fogja magát, hiszen itt látható, hogy a tűz eleme kihat rá, meg lesz ehhez a bátorsága. És akkor van itt egy jövő, amit ő irányít, mint egy uralkodó. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!